Üdvözlök mindenkit, ez a Lockdown Economy gazdaság lezárás alatt interjú sorozat első magyar epizódja, ami az Alter Kontasz Kutatóintézet non-profit társadalmi kezdeményezése. Célunk a kisvállalkozások segítése a járványhelyzet miatti nehézségek leküzdésében és a gazdaság újraindításában. Ezzel, ha szerény eszközeinkkel is, de hozzájárulunk az ENSZ fenntartható fejlődési céljainak eléréséhez, ezért programunkat a világszervezet hivatalosan is nyilván tartja. Engem Juhász Lászlónak hívnak, a mai vendégünk és magyarországi kiadásunk első vendége pedig Gulyás Dávid, a Clean Expert Kft-től. Szia Dávid! Szia Laci! Üdvözlök mindenki! Légy szíves, mutasd be a Clean Expert Kft-t, a vállalkozásodat, profilját, tevékenységét. Hány alkalmazottal dolgoztok, illetve általános dolgokat. Köszönöm szépen. Hát a mi cégünk egyébként méretileg egy klasszikus mikrovállalkozás, egy egészségügyi szolgáltató, magánszolgáltató, budapesti székhelyel és központtal. Járóbeteg magánrendeléseket folytatunk, ezen belül is a gasztroendoszkópos szakrendelésünk talán a legnagyobb forgalmunk, meg a legnagyobb szakmai hangsúlyunk, és a másik profilunk pedig a járóbeteg klinikai vizsgálatok, alkalmazott orvostudományi kutatási projektek. Ezen második tevékenység kapcsán kórházi szinergiák keretében leányvállalataink működnek Gyöngyösen és Tatabányán is. Ezzel foglalkozunk, ugye említettem klasszikus mikrovállalkozás, hogy a budapesti helyszínen 4 állandó emberrel dolgozunk, de mivel egészségügyi szolgáltatásról van szó mind a két tevékenység tekintetében, ezért kifejezetten sok alvállalkozóval dolgozunk, orvosokkal és egészségügyi szakszervezettel egyaránt. Értem. Rátérhetünk arra, hogy a járványhelyzet hogyan érintette a vállalkozást, akár az első időszakban, akár jelenleg, és ugye a két korlátozásokkal érintett időszak között is. Hogyan érintett az ügyfélkört, növekedett, most, csökkent? A két aktivitást ugye már beszéltük, mind a kettőt külön elemezném, mert őszintén szóval picit más hatások érték ebben az időszakban, és mind a két hullám tekintetében azért más dolgokat tapasztaltunk. Tehát az első hullám azért borzasztóan váratlan volt, és mind a két tevékenységre igaz, hogy nagyon sok emberi kontaktussal jár, tehát mind a járóbetegellátásban, mind a járóbeteg klinikai vizsgálatok folytatásánál az orvos találkozik a beteggel, tehát hogy nagyjából ez a de facto kivitelezési keretrendszer, ami egy ilyen vírus esetén borzasztóan elnehezíti a dolgokat. A járóbeteg vizsgálatoknál első körben a járóbeteg ellátásnál első körben azt tapasztaltuk, nagyon-nagyon sok a lemondás, és az emberek félelme az a főleg a halasztható járóbeteg ellátások esetében azt eredményezte, hogy kevesebben jöttek el, úgyhogy redukálnunk kellett az ellátási kapacitásokat, nem volt rájuk szükség. Érdekes módon ez azért relatíve hamar megváltozott, mert az állami ellátóhelyeken, tehát a közfinanszírozott ellátóhelyeken a járványra való felkészülés miatt nagyon-nagyon nagy arányban összeszűkült az egészségügyi ellátások igénybevehetőségi köre. És ne haragudj, ez az első időszak, ugye? Az állami rendszer is... Igen. Tehát ez a 2020... Igen, hát ez szabadba vágok. Hát ez a tavasz márciustól kora nyárig tartó időszak, hogy ez világos legyen. Igen. És azok a betegek, akik nem kaptak államiban ellátást, azok egyértelműen a magánszolgáltatók felé fordultak. Igen, világos. Május-júniusban egyébként a klasszikus kora nyári forgalomhoz képest egy megnövekedett forgalmat tapasztaltunk a járóbeteg ellátásban, mert hogy egyszerűen az államiban a betegek nem jutottak megfelelő szolgáltatáshoz, megfelelő időben. Világos. A klinikai vizsgálatok esetén egy másik folyamat zajlott le az első hullámban. Ott a klinikai vizsgálatokat finanszírozó gyógyszercégek jelentős része kifejezetten kiváró
és defenzív álláspontot foglalt el, és megállította az adott státuszában az adott klinikai vizsgálati projektet, vagy nem indította el, vagy a beteg beválasztási időszakot felfüggesztette, vagy az egész vizsgálatot felfüggesztette. Alapvetően a hatóság, ami felügyeli ezt a szektort, ez egy olyan állásfoglalást adott ki, hogy az is orvosi ellátásra biztosítani kell, de új betegeket csak megfelelő kockázat-előny mérlegelés után érdemes bevonni ilyen vizsgálatokban. Világos. Ez azt eredményezte, hogy ilyen 30-40%-kal borzasztóan elnehezült a tervezése, mert hogy ezek azért több éves projektek, vállalási számokkal, határidőkkel, mérföldkövekkel, ezeknek a tervezése, meg a megfelelő végrehajtása az borzasztóan elnehezült. És ez jellemző volt az első hullámra. A másik oldalon, ami mind a két aktivitásunkat érintette, hogy erre a vírus helyzetre egy egészségügyi szolgáltató leginkább úgy tud jól válaszolni, hogy egyrésztről eszközileg és leginkább védő fogyó eszközileg felkészül, és nagy készleteket tart fent erre. Másrészt pedig víruskezelési folyamatok, belső folyamatokat alakít ki. Na most ezen második tevékenységet mi nagyon hamar elkezdtük, tehát hogy mind a járóbetegellátás, azon belül is a beteg megjelenés előtti triázsolás, illetve a klinikai vizsgálatok tekintetében az elkülönített zsilipes monitorozási tevékenységnek a biztosítása, ezeket mi kifejezetten hamar létrehoztuk, kommunikáltuk a partnereinkkel, illetve a betegekkel, és így egy kifejezetten biztonságos működést sikerült elérni. Tehát ez egy nagyon fontos kérdés, tehát az ügyfeleknek, partnereknek ezt kifejezetten kommunikáltátok? Így van. Más kérdés, hogy a klinikai vizsgálatok tekintetében ez egy B2B szektor, tehát hogy ott kifejezetten a partnerek is keresték azokat a megmaradó magánvizsgálóhelyeket, vagy vizsgálóhelyeket, akik a járvány alatt is legalább valamilyen típusú működést azt fel tudnak vállalni. Tehát ha jól értelmezem, itt a napi szintű működés kapcsán nektek számos változtatást kellett végrehajtani, de összességében maga a járványhelyzet a cég tevékenységét akár segíthette is, mivel a cégetek olyan szektorban működik, ahol ugye van kereslet erre a fajta ellátásra, tekintettel arra, hogy az állami szektorban ugye tüneteltették. Inkább azt mondanám, hogy az egyébkénti borzasztó nagy kiesést, mert hogy azért ez mindenképpen egy redukált forgalom volt, főleg a tavaszi hullámban. Ezt valamennyire kompenzálta, tehát hogy a járóbeteg ellátásnak a mértéke az valamennyire megnőtt, de ez is a hullám végén, igaz csak. Igen, tehát a hullám végén volt, ezt tapasztalható. Tehát a fő tevékenységek egyik része, ami ugye a hosszú távú tervezésekre épülő ugye, klinikai gyógyszervizsgálatok, ugye ebben az esetben történtek ugye fennakadások, ugye? Ha jól értettem, és viszont a járóbeteg ellátásban bizonyos dolgok. A hullám második felében volt egy valamekkora forgalom növekedés, így van. Igen, tehát átrendeződik, igen, érthető. Így van. Ami mikrovállalkozásként nagyon nehézé tette ezt a dolgot, hogy ugye mi nem vagyunk állami finanszírozott ellátóhely, ami azt jelenti, hogy az összes védőeszköz szállítmányból, védőeszköz beszerzésből mi nem részesültünk, hanem ki kellett mennünk ugyanúgy a piacra, mint az államnak magának, és egyébként az akkor kifejezetten felvert áron beszerezhető védőeszközöket kellett nekünk is teljesen direktben a piacról beszerezni, a kapcsolatokat megmozgatva, nagyon-nagyon komoly anyagi tartalékokat feláldozva erre, viszont így egy kifejezetten biztonságos működést létrehozni. És ebben is volt egy nagyon komoly stratégiai döntés, hogy hiába változott 150 forintról
850 forintra egy masznak az ára, akkor is megvettük, mert hogy a napi működés biztonságát azt úgy döntöttük, hogy garantáljuk, még akkor is, hogyha az adott időszakban mondjuk ez az arányborulás, ez egy veszteséget fog termelni. Tehát komoly költségnövekedést tapasztaltatok. Több lett költséget egyik szolgáltatásunk árába se tudtuk beépíteni. Világos. Még egy részét se. Tehát ugye ez egy az egyben egy mínusz volt. Na és akkor a második hullám esetén meg annyiban más volt a helyzet, hogy vagy annyiban más most a helyzet, hogy itt a különbség azért az, hogy nekünk is, meg a partnereinknek is, meg a betegeknek is már megvan a rutinja. Tehát egészen másképp viselkedik már mindenki. Tudjuk, hogy hol vannak a kockázati pontok, és ezért, hogy is mondjam, sokkal gördülékenyebben mennek még így a nehéz helyzetben is a dolgok. És hát, hogy is mondjam, kétszer dolgozik az a munka, amit az első hullám alatt elvégeztünk a belső folyamat átalakításokkal, meg a készletfelhalmozással, meg az akkor létrejött partner kapcsolatokkal. Az előbb említetted, hogy még az első időszakban inkább reaktív volt a tevékenység, a válasz ugye a megjelenő problémákra, addig a második időszakban már jóval tapasztaltabbak voltatok, és itt említettél is olyan dolgokat, amik ugye úgymond stratégiai döntések, és jól működtek. Esetleg tudnál olyan dolgot mondani, amivel próbálkoztatok, és nem igazán működött? Ugye a tanulságokat levontuk az első hullámból, ezeket a folyamatokat igyekeztünk tovább csiszolni, és hát az aktivitásunkban is igyekeztünk azokat az ellátásokat, az egyik oldalt, másik oldalt, meg azokat a klinikai vizsgálatokat priorizálni, aminek a járvány alatti, hogy is mondjam, fontossága, hangsúlya is nagyobb. Tehát, hogy a járóbeteg ellátásban is, ha mondjuk az endoszkópos unitunkat veszük alapul, ott is igyekeztünk előre menni azokat a betegeket, akiknek magas a rizikófaktora, komoly problémájuk van, esetleg onkológiai kockázatot jelentenek, tehát hogy igyekeztünk és igyekszünk így priorizálni, ahol a klinikai vizsgálatban elérhető terápiának a haszna az jóval nagyobb, mint a részvétellel való kockázat, illetve olyan betegcsoportokat éri, hogy a koronavírus fertőzés az feltétlenül hatalmas kockázatot jelentene számunkra. Hogyan látod a vállalkozásodnak a közeli jövőjét? Alapvetően ugye nagyon után követjük azokat a híreket, mert gyakorlatilag nekünk ezt a válság működést addig kell tervezni. Azt azért ki kell emelni, hogy a normál működésünkhez képest ez továbbra is egy sajnos egy reduktív működés, tehát hogy nagyon messze vagyunk a normál forgalmi helyzettől. Alapvetően nálunk is természetesen a bértömeg az egyik legnagyobb viselendő anyagi teher, és ez most jelenleg a normál működésre fenntartott apparátussal értelmezendő ez a bértömeg. Ezt nem lehet mikrovállalkozásként a végtelenségig fenntartani, tehát nagyon nem mindegy, hogy mikor áll vissza a rendes működés. Igen. Úgyhogy ez az egyik rövidtávú, illetve középtávú jövőt befolyásoló dimenzió. A másik egyébként, ami viszont pozitív lehet, hogy a koronavírus okozta egészségügyi helyzet elképesztően sok egészségügyi innovációt mozgat most meg. Ezt látjuk a mindennapokban is, de ez nem feltétlenül kizárólag a koronavírus kutatásra, hanem rengeteg területre igaz az egészségünkben. Úgyhogy mi közép és hosszú távon számítunk arra, hogy számos olyan kutatás kerül a koronavírus miatt be majd egy-két éven belül a képbe, aminek a részesei lehetünk, és ez mondjuk pozitívan hathat a klinikai kutatási portfóliónkra. Úgyhogy ez mindenképpen pozitív. Jó. Végül azt szeretném megkérdezni, hogy nevezzél meg három dolgot, vagy amennyit szeretnél, hogyha kevesebb van, amiben a vállalkozásodnak segítségre lenne szüksége. Említettem neked ezt a munkáltatással, illetve bérezéssel kapcsolatos kérdéskört.
Én azt gondolom, hogy az államnak is borzasztó nagy felelősség és érdeke van abban, hogy a mikro, kis és középvállalkozások működjenek. És azt gondolom, hogy ebben még nagyon-nagyon sokat lehetne tenni állami oldalról, hogy ezeket a nehéz időket a hozzánk hasonló méretű, vagy valamekkorával nagyobb méretű vállalkozások át tudják vészelni. Mert nagyon nem mindegy, hogy a koronavírus járvány végén a gazdaságban csak füstök romok lesznek, vagy bizony azért vannak olyan helyek, amik újra teljes gőzzel tudnak működni. Osztatás segítő programok, megkönnyítések, azok minden szinten nagy segítséget jelentenek ezekben a hónapokban. Mindemellett az, hogy bizonyos termékeknek az elérése az könnyebb, jobban hozzáférhető, vagy akár államilag támogatott, vagy adócsökkentett legyen, az megint csak egy nagyon jó irány. Igaz, ez a maszkokra, fogyóvédőeszközökre, kézfertőtlenítőre, minden ilyesmire. Sőt, én egyébként megkockáztatom, hogy aki állami vagy magánfinanszírozott egészségügyi ellátást végez ebben az időszakban, minden fogyóeszköz tekintetében valamilyen áfakönnyítés alá essék, mert önmagában az, hogy a koronavírus járványt kezeli az egészségügy, az egy akut és nagyon fontos feladat, de az, hogy az egészségügy az alapfeladatát ellássa, teljesen mindegy, hogy milyen finanszírozású szolgáltatókkal, az egy másik nagyon-nagyon fontos ügy. És én azt gondolom, hogy ebben kell ott könnyíteni, ahol lehet. És az állami tud könnyíteni. Tehát amiket említettél, ezek lényegében állami beavatkozást igénylő kérdések, nagyobb részben jogi szabályozás, adószabályozás, gazdaságélénkítés, amiben az állam segítheti a vállalkozásodat. Rendben, köszönöm szépen, Dávid, hogy részt vettél a interjúsorozatunk első epizódjában. Köszönöm a kedves nézőknek is, hogy velünk voltak. Lépjenek bátran kapcsolatba Gulyás Dáviddal és a Kleenexpert Kft-vel a leírásban található linken keresztül. Ha tetszett a videó, használják a like gombot és iratkozzanak fel a csatornánkra. Következő hetekben további vállalkozók tapasztalatait ismerhetik meg. Addig is kövessék csatornánk egyéb megjelenéseit. Köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!